és ezzel fel is szereltük a vezérlő egységünknek, mondhatjuk azt, hogy a robotunknak az agyát ennek a tejfölös doboznak a tetejére. Üres tejfölös dobozból készítenek robotot a gyerekek a Matthias Corvinus kollégium nyílt napján. Bonyhádon a Percek kúriában tartott tájékoztatón a szülők és a gyerekek is betekintést nyerhettek a fiatal tehetségprogramba. A komplex képzési rendszer keretein belül többek között robotikát tanulhatnak a gyerekek. Daradics Balázs egy éve tagja a FIT programnak, ő azt mondja, azért jelentkezett, mert több tudásra vágyott. Próbáltam valami új kihívást szerezni magamnak, mert eddig az iskolában csak kiváló voltam, és gondoltam, hogy itt valami az iskolán és a tanításon túli tanulmányi fejlesztést kaphatok. A Fiatal Tehetségprogram élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó képzés, melyben a tanulók 5. osztálytól csatlakozhatnak be. Az általános iskolások például a robotikával találkoznak, a pénzügyi tudatossággal, az egészségügyi tudatossággal, különböző természettudományos kísérleteket végeznek. A középiskolások pedig tényleg csak néhányat kiemelve az általános vitakultúrával tudnak megismerkedni, a demokratikus vitázásnak az alapjaival, emellett pedig a jogba, a pszichológiába és különböző egyetemeken népszerű szakokba tudnak betekinteni. A program 2022-es évfolyamában június 30-áig lehet becsatlakozni egy jelentkezési lap és egy szülői ajánlás leadásával. Azokat a tanulókat várják a képzési rendszerbe, akik érdeklődőek, kíváncsiak, több tudásra szomjaznak és egy összetartó közösség tagjai szeretnének lenni.